Orgonaszóra vonultak be a református egyházkerület és megye vezetői, valamint a térségünkben szolgáló lelkipásztorok a Tatai Kocsi utcai templomba október 30-án. E nappal hivatalosan is az egyházközség beiktatott lelkipásztora lett Farkas Balázs, aki bár január óta már ebben a tisztségében szolgál, az ünnepi istentiszteletre a vírushelyzet miatt csak most kerülhetett sor. Megkapta a szolgálatok hivatalos elkezdéséhez a szükséges dokumentumokat. Az új lelkipásztort évek óta ismeri a gyülekezet, 2015 óta minden felső tagozatos hittan tanuló diákot ő oktatott a városban, később gimnáziumi órákat is vállalt, ifjúsági csoportokat szervezett, de gyakran látogatta az időseket gondozó intézményeket is. A jövőben az ifjúsági és az intézményi munkát szeretné bővíteni. Ne csak infrastruktúrálisan, ne csak pénzügyileg, hanem valóban lelki módon is tudjuk segíteni az ott folyó munkát, és ezáltal aztán a városban lévő családoknak a gyerekei számára nevelésüket, hitbeli fejlődésüket, de hiszem azt, hogy az ifjúság területén is van egy következő lépés, amiben elindulhatunk. Az egyetemisták megszólítása eddig egy nagyon nagy hézag volt a gyülekezetünkben. Az ünnepi istentiszteleten Steinbach József a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét, aki elmondta, tapasztalatai szerint a református egyházon belül jól működik az utánpótlás rendszere, és sok fiatal választja szívesen a szolgálatot. Bőven van utánpótlás, és egyébként nagyon komoly elhívott és felkészült és nyelveket beszél. Sőt, több diplomával rendelkező fiatalok választják akár egészen éretten a lelkipásztori szolgálatot. Például a Anyaország egységes lelkészképesítő vizsgáján 96 fiatal lelkész állt meg a végső záróvizsgán a bizottság előtt. Farkas Balást a Szalkszentmártoni és a Tatai gyülekezet tagjai, valamint családja is köszöntötte a lelkész beiktató istentiszteleten.